Alacsony bérek, rengeteg munka, méltatlan körülmények. Többek között ezek miatt sztrájkolna a reptéri szakszervezet. A jegykezelőknél a legnagyobb a fluktuáció. Egy rövid összefoglaló után Csorba Attilát, a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet vezetőjét kérdezem. Sztrájkra készül a földi kiszolgálókat képviselő Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet. Több hétig tartó tárgyalás után sem sikerült megegyezniük a Malév Ground Handling vezetésével, írja a privatbankár.hu és az m4.hu. A szakszervezet szerint a dolgozók fizetése hosszú évek óta szinte nem változott. A bérprobléma mellett továbbra is az áldatlan munkakörülmények és a fluktuáció is negatívan befolyásolja a reptér működését. Az érdekvédelem emiatt többek között 15%-os béremelést, élhető munkaidőbeosztásokat és javuló munkakörülményeket akar kiharcolni. A szakszervezet felmérést is végzett a dolgozók körében. Ebből kiderült, hogy a munkavállalók döntő többsége támogatná a tiltakozást. És már itt is van a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet elnöke, Csorba Attila. Jó reggelt kívánok! 12 óra 45 percet dolgozik egy húzamban egy munkatársok, és folyamatosan? Igen, 12 óra 45 percet dolgoznak, és valamikor mondjuk hajnal 3 órakor, vagy 3 óra jó, fél 4-kor kezdődik a munka, ugye akkor indulnak a járatok, és ezt mondjuk egyfolytában 3-4 napon keresztül. Jellemzően milyen munkakörökről van szó? Ez például egy jegykezelő lehet, aki, tehát aki az utasokat fogadja, elveszi a csomagjukat, bekezeli, elindul a járat indulása előtt, vagy éppen rampaszolgálat, kiszolgálóberendezés kezelők speciális eszközöket kezelnek, a repülőgép vontatás, jégtelenítés mondjuk egy téli időszakban. Tehát ezek elég komoly feladatok. Sőt, hát a jégtelenítés talán egy repülésen, a földi kiszolgálásnál mondhatom azt, hogy talán a legkomolyabb, ugye? Hát igen, a rampa, tehát maga egy, ez egy ilyen speciálisabb szakma, de a jégtelenítés az egy nagyon komoly. Hány embert érint mindaz, amiről beszélünk? Ugye önök 15%-os béremelést követelnek, hogyha most megnézem a szakszervezeteket más munkapiacon, például a Hankoknál ott 18% volt, nagyjából ez a 13-20%-ig megy el a bérkövetelés. Hogy jött ki a 15%, miért jött ki a 15%, és hány embert érint? Ugye, hogy hány embert érint, az, tehát ez egy 450 fős vállalat, amiről beszélünk, ugye más cégek is vannak a földi kiszolgálásban, még két földi kiszolgáló cég van, a Menzies és a Cselebi, ugyanúgy érintettek ők is, ott próbálnak valamilyen tűzoltó jellegű béremeléseket adni, átmenetileg kezelni a problémát, és pont ezért próbáltuk nyilvánosan is felhívni a figyelmet erre a problémára, a konfliktusra. Ugye ebben a cégben 450 ember érintett a béremelésben, tehát a javasolt béremelésben, ez egy minimum ahhoz, hogy ezek az emberek ne vándoroljanak el egy másik ágazatban. Ugye ez nem volt jellemző, tehát itt évekig dolgoztak munkavállalók, tapasztalt munkavállalók, ugye amit az előbb említettünk, jégtelenítés, vagy egy súlypontszámítás. Tehát én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy egy repülőgép hogy száll le, hogy száll föl, és hogyan tud órákon keresztül a levegőben. Földi kiszolgálásnál ugyanaz volt a helyzet régebben, mint akár gyerekkoromban azt mondom, hogy hú, valaki a reptéren dolgozik, tehát hogy egy presztízs szakmáról, vagy egy presztízs munkahelyről, inkább így mondom. Igen, volt. Tehát itt nagyon sok olyan munkavállaló van, aki 10-15 évig ott dolgozott. Ma van olyan, amit példaként említettünk az elmúlt napokban, hogy például egy jegykezelők esetében, és ez minket is megdöbbentett a tárgyalások során, hogy mondjuk egy rövid időszak alatt, tehát egy év alatt egy 100 fős osztályon 200 fő lépett ki és lépett be. Tehát én azt gondolom, hogy ez olyan mértékű munkaerő, mozgás, munkaerő, vándorlás, hogy én azt gondolom, ezeket a dolgokat mindenféleképpen kezelni kell, és megfelelő bérekkel, mert nem véletlen mennek el a munkavállalók. Rengeteg követelésük van, ebből egy a 15%-os bérfejlesztés, tehát nem csak a pénz, hogy... Nem, ez így van. Mi az, ami mondjuk azt mondom, hogy a dobogó, a toplista, ami nélkül nem megy tovább? Hát ugye a maga a munkaidőbeosztás az egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát amit az előbb is említettünk, nagyon korán kelnek, vagy nagyon korán fejezik be a munkát ezek a munkavállalók. Tehát se karácsony, se húsvét, semmilyen olyan időpont nincs, amikor ő biztosan tudná, hogy otthon lesz a családjával. De sajnos ez az a probléma, hogy mondjuk egy hónapon belül se látja előre, hogy ő neki mikor lesz mondjuk hétvégéje. Egyetlen egy
hétvége mondjuk egy hónapon, ha összejön neki egy vasárnap. De tehát nem látják előre, hogy mondjuk mikor van egy vagy két nap. Tudja, amikor én végignéztem a követelésüket, akkor kettő pont nagyon megdöbbentett. Nem is feltétlenül a pénz, mert hát nyilvánvalóan mindenki pénzből él, és ezért a szakszervezetek általában mindig tolják, presszionálják a munkáltatót, hogy fizessen többet. De ami engem meglepett, az a tiszta, rendszeresen takarított, megfelelő méretű pihenőszoba, illetve a megfelelő és tiszta munkaruha. El nem tudom képzelni, hogy akkor ezek szerint nincs pihenőszoba, vagy pedig van, de borzasztó állapotú, vagy pedig koszos ruhát kapnak a munkások? Tehát a munkaruhákkal kapcsolatban annyi, hogy hosszú időn keresztül nem megfelelő, vagy éppen nem volt. Tehát nem volt utánpótlás, megfelelő minőség. És a minősége is, én azt gondolom, hogy nagyon komoly hiányosságokat vett föl. Tehát most kezdenek ebben változtatni, de ez éveken keresztül így volt. Tehát nem volt megfelelő, vagy maga vásárolta. Hát gondoljon bele, egy jegykezelő, ahol alapvető feltétel lenne az, hogy megfelelő ruhában fogadják az utasokat, saját maguknak kell a hölgyeknek blúzt venni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy cégnek egy alapvető feladata lenne ezt biztosítani. A másik alapvető szükséglet vagy igény, én azt gondolom, a 21. században, hogy egy megfelelő pihenő legyen. Tehát megfelelő légtér, ablak, azt rendszeresen takarítani. Tehát a takarításokért... De most bocsánat, van egy koszos luk, ahol le lehet feküdni? Hát, tehát mi a jelenlegi állapot, amit kifogásolnak? Van egy ideglenes hely, ahol jó néhány száz ember pihen, idézőjelben pihen. Ez egy ilyen úgynevezett konténerváros, tehát ez ilyen bádogvárosnak hívjuk magunk között, ahol el vannak ezek az emberek helyezve, tehát ott dolgoznak, ott vannak a pihenők idézőjelben, amikor pihenni tudnak. Tehát ez egy nagyon zárt, sötét helység. Pillanatokon belül rátérünk önmagára a sztrájkra, hogy mit akar az, de egyet még engedjen meg, hogy feldobjak a követelései között a megkezdett munka, tehát a munka megkezdések közötti 11 órás pihenő biztosítása. Ez jelenti azt, jól értem, hogy valaki 12 óra 45 percet dolgozik például, és nincs meg a 11 órája, és újra belekezd? Igen, van, amikor csak 8 óra pihenőidejük van. Tehát akkor itt a 8 óra munka, 8 óra pihenés, igen. Látja, amit mondok, 8 óra szórakozás, akkor nem. Nem, ez nagyon nem működik. Rendben van, térjünk rá a sztrájkra, mivel készülnek? Hát ugye nagyon szeretnénk, hogyha valami létrejönne, ugye mindenki ezt szokta ilyenkor mondani, de mi teljesen komolyan gondoljuk, tehát nem véletlen húzódik ez a folyamat el ennyi ideig. Megoldást szeretnénk, mi tudjuk, hogy utasokkal foglalkozunk, nagyon fontos az, hogy mindenki, ha oda megy, el tudjon utazni. Egy biztos, hogy a munkáltatónak nagyon komoly változásokat kell a saját viselkedésében létrehozni. Ha ez nem tud létrejönni az elkövetkezendő napokban, akkor ugye a munkavállalók kérésére sztrájkot kell Csorba szervezni. Csorba úr, mit jelent pontosan, hogy a viselkedésében? Ez azt jelenti, hogy önök már tárgyalnak, és nem szépen viselkednek az asztal túloldalán? Igen, ez valójában ezt jelenti. Akkor segítsen nekem, engem mindig érdekelt a politikai boszorkánykonyha, meg a tárgyalási boszorkánykonyha. Tehát van teasütemény, megkínálják kávéval, leülnek-e önnel, kiabálnak, halkan beszélnek, vagy egyszerűen élből azt mondják, hogy nem ez túl sok. Tehát hogy zajlanak hát ezek a tárgyalások? Valamikor halkan beszélnek, mert mondjuk ez a taktikai lépés a munkáltató tárgyalás technikájában, vagy taktikájában, de valamikor csapkodják az asztalt és ordibálnak. Tehát ez előfordult mondjuk az elmúlt hónapok, vagy másfél hónapban. Mit ordibáltak? Attila még egyszer ezt el nem mondja? Hát, vagy hogy ezt teljesen komolyan gondoljuk-e, hogy most ennyi pénzt kérünk, akkor hogy gondoljuk azt, hogy mondjuk néhány fővel, mondjuk 8-10 fővel több munkavállalók kellene egy 100 fős osztályra, ugye miközben, amiről beszélünk, hogy ne kelljen 3-4 napokon keresztül így dolgoznia, akkor mondjuk olyan is van, hogy 3 hétig tárgyalunk, és egy konkrét számot nem tudnak mondani arról, hogy mondjuk mennyi az, amit egy jól működő vállalat bérfejlesztésre fordít. Okay, önök kérnek 15%-ot, ők mit kínálnak? Semmit nem kínáltak, tehát mi 3 hétig tárgyaltunk, és ugye a tárgyalások eredménytelenek lesz konkrét. Tehát az abszolút nullát kínálták? Hát azt mondják, hogy majd hamarosan valami lesz, kitalálják, dolgoznak rajta, még egy-két napot kérnek, de hát ugye ez 3 hét volt normál esetben egy ilyen egyeztetés, 7 napig tart, ugye mi tényleg a megoldást keresve próbáltuk ezt elhúzni, tehát valamit kitalálni mindig, és ugye konkrét szám nem volt. Miután ugye az egyeztetés eredménytelen lett, munkavállalókhoz próbáltak menni, és akkor különböző ilyen bruttó 10 000 forinttal megoldani ezeket a problémákat, nem lehet. Tehát ez a sztrájk van, mit érzünk belőle? Mit érez az utazó közönség? Hát ugye itt különböző munkakörökről van szó, amit az előbb említettünk.
Vannak légitársaságok, ahol egyértelműen érezhető lesz, hogyha sztrájk lesz, tehát ott késésekre lehet számítani, mert azt tervezzük, hogy ha sztrájk van, akkor nem egy hosszabb idejű sztrájkról, egy figyelemfelhívás, egy kiáltás, hogy figyeljenek tényleg komolyabban oda, aki ebbe döntést tud hozni, és ráhatással van a folyamatra, akkor szerintem ott néhány órás késés lehet. A földi dolgozók hány százaléka sztrájkolna ilyenkor? Ugye ebben a cégben azokon a területeken, amiről beszélünk, itt szinte 100%, tehát egy-két ember volt adott munkakörben, aki nem támogatta. Hány embert fednek le önök, tehát az önök szakszervezete? Igen, tehát ugye mind a három cégben, tehát amiről beszélünk, a földi kiszolgálásban vannak tagjaink, tehát nem is nagyon van más szakszervezet, aki ezeken a területeken képviselne munkavállalókat, de most konkrétan csak a Malév GH-ról beszélünk. Sztrájk, ha van, mikor? Szerintem néhány napon belül, egy héten belül, ha hozzá kell nyúlnunk. És akkor akár van megoldás, akár nincs, tehát akár nincs sztrájk, akár van, viszont várjuk ide a stúdióba. Csorba Attila, a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet vezetője volt a vendégem. Köszönöm szépen, hogy itt járt nálunk. Köszönöm.